Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szent Gellért Fórumból, ahol szezonbeli első győzelmére hajt a Szeged Csanád Géa. Az ellenfél, amíg szintén nyeretlen, Soroksár együttese lesz. Egyelőre gól nélküli döntetlen az állás. Haris? Jó a kiúratás a Tóth Bencének, a beadás is ígéretesnek tűnt. Gera? Ballal a beadás. Jó az. Nem ért hozzá Soroksár, így kirúgás. Sara? Halmai átkerült a jobb oldalra, és teszi középre a labdát, helyzet! A keresztlét segíti ki Molnár Farkast! Gera hajszál pontos labdát kapott, és jól is tudta átvenni. Jön a centerezés, Papáront pedig, minthogyha buktatták volna. A játékvezető határozottan a szögletzászló felé mutat. Abszolút kiegyenlítetté vált a küzdelem. Jó a labdaszerzés, Varga, Novák. Térül fordul, vissza Vargához, ügyes kényszerítőzés. Szilágyi rendkívül harcosan előzte meg Dragonert. Varga lövése pedig kapu fölé száll. Az ötlet jó, a kivitelezés kevésbé. Pajovic, az nem fog hazapattogni, kell a biztosítás, és megszerzi a vezetést a Soroksár. Pajovic nagyot hibázott. Nem volt kellően határozott Pajovic. Talán elsőre azt hitte, hogy elgurul a labda, vagy elpattog a kapusig. De nem így történt. Szabó Szilárd pedig vércseként lecsapott erre. És elpasszolta a labdát Molnár Farkas Tamás mellett. 40. perc, előnyben tehát a Soroksár. 43. perc. Hát, ha Márkvárt kifundált valami jó dolgot. Élesen a kapu elé, pap! Milliméterek hiányoztak csupán. Befelé kacsingat, jön is a labda, Holzer. A kipattanót Varga tűzi rá! Ügyes megoldás volt, gólt érdemelt volna. 56. perc, lássuk. Mihez kezd ehhez a komoly lehetőséggel Márkvárt? Gól! Novák Csanádról vágódott a gólvonal, mögé a labda. Góllal hálálja meg tehát az új szerzemény, hogy a kezdőcsapatban nevezte őt Mihály Boris. Élesen a kapu előterébe küldte Márkvárt a szabadrugást, és egy kisebb flipperezést követően Novák Csanádról bepattant. Egyenlít tehát a Szeged Csanád Jósics Akadémia. Jó a kiugratás, Lamin kerülhet helyzetbe. Holzer jó ütemben lépett ki a ketrecéből. 79. perc már. Most nem Varga, hanem Márkvárt. A szöglettel. Jó a fejes, és jó a gól! Borvető Áron, hát itt van az a találat! A cserecsatár, és csak úgy, mint az előző idényben, most is betalál az első hazai mérkőzésen. És lehet, hogy ezúttal is győztes gólt szerez. Ki tudja, hanyadik szögletét végezhette el a csapat, többen is berobbantak középen, és végül Borvető Áron egy csukafejessel megfordítja a mérkőzést. Meg tudja előzni Krónert, az se baj, ha nem tud elmenni mellette. De mégis kapura tör Palincsár. Palincsár nagyszerű csel, mellé! Lezárhatta volna a meccset végérvényesen Palincsár Martin. És vége! A Szeged hátrányból fordítva legyőzi a Soroksárt, és ezzel megszerzi első győzelmét az idei szezonban.